Hát szépséges jó reggelt mindenkinek, sokolom, kérlek szépen, 9:30 van, de nem, most keltem, még mielőtt most azt mondtad, még mielőtt azt mondtátok, hogy most keltem, nem most keltem, fent vagyunk már, vagy másfél órája, és már voltunk lent fürdeni, vagyis úszni, én úsztam, egészségesen élek, épp testben, épp lélek. Tehát ugye úszásból feljöttünk, letusoltunk, átöltöztünk, és most mehetünk reggelizni, mert már mindjárt elájulok, olyan éhes vagyok. Domi, ha ezt látod, akkor itt vagyok, és látsz, hogy én is éhen halok, úgyhogy ne érezd magad rossz, hogy mindig csesztetlek, hogy éhes vagy és kajánod kell. Na, menjünk akkor! Ja, és amúgy képzeljétek el, hogy 24 óra után végre elállt az eső. Nagyon jó. Boldogság. Tök jó. Vizes haja, valószínű nem fogok amúgy megfázni nagyon, úgyhogy menjünk inkább be. Menjünk be nagyon gyorsan. És akkor most menjünk kajálni! Éhesebb vagy, mint én? Igen. Jobban rohansz? Igen. Hát az is ritka. Hát sikerült utolsó között ide érnünk reggelire, úgyhogy nagyon boldog voltam, de még gyors volt hely, meg egy asztalt így próbáltunk volna takarítani, meg búzamezőt találtunk itt, úgyhogy nagyon jó. Tetszik. Remélem nektek is tetszik. És itt is van anya. Anya hozott nekem is üdítőt. Tök aranyos. Aztán répa mandarint. Finom, egészséges. Répa mandarint. Répa mandarint fogunk inni, halljátok? Úgyhogy én most eszek, ha megbocsátok, jó? Köszi. Végre szép időnk van, legalább hazamenni jó lesz. Ah, ki van itt? Hát szia! Finom volt ez ennivaló? és itt ez a búzamező. Színes. Jó, vagy. Most én fekszek, és anya úgy döntött, hogy pakolni kéne. De én nem pakolok. De anya, most te is leültél. Hát akkor már ketten vagyunk, akik nem pakolnak, akkor vállalja valamelyik őtök. Mert valakinek csak be kéne pakolni. Ahogy annyira süt most magadok, hogy semmit nem látok, de inkább, mint hogy... Ja, amúgy van tokám vajon? Biztos van, várjál, megnézem. Annyira nem vészes jó. Hát inkább így süssön a nap, mint szakadjon, mint tegnap. Kész nap. 2 hours later. És hát akkor most összepakolunk, mert látom, csak nem jöttök segíteni. Már majdnem elfelejtettem, de hát mivel indítjuk a napot, mi a legfontosabb? A Rolexekkel. Ha nincs Rolex, nincs semmi. De amúgy pont most nézem, most sokkal jobban látszik, ennek sokkal királyabb színe van. Miért köhögsz? De most jobb, hogy beleköhögtél? Jó. Akkor menjünk. Na hát amúgy képzeljétek el, hogy miközben ugye még nem indultunk, mi még lent voltunk egy előadáson, és a szobánk az 3-ig volt, meg volt beszélve, hogy ugye 3-kor elhagyjuk, stb. És elnéztük az időt, még mindig tart az előadás, és 3:30 van, és jövök fel, be akarok jönni, és nem tudtam. Azt nem tudtam, mi van, és írja, hogy nem tudok bejönni, meg mit tudom én, és ugye lemegyek megkérdezni, mi van, és hogy ugye akkor esett le, hogy hát már 30 percig kikelt volna a pakunk, és nem lehetett bejönni. Úgyhogy most gyors meghosszabbította, gyorsan pakolok és cuccolok le mindent, mert igazából ez így most vicces már így utólag, de akkor így néztem, hogy mi van, mi történt, már jöttek helyettünk, vagy nem tudtam elképzelni. Úgyhogy most pakolok le egyedül. Végre annyira szép idő van, süt a nap, meg minden. Oh, mi van itt? Itt egy Rolex! És most titeket hogy vigyelek magammal? Nyitom. Megjött anya. Ne haragudjatok, majdnem elfelejtettem mondani, hogy itt vannak a Rolexek! Na jött közben anya a felmentő seregem, segített és lehoztuk együtt a cuccokat, és most jön a szomorú búcsú ideje a Rolexektől. Sajnos őket csak béreltem. És most vissza kell adjam. Hiányozni fogtok. Nagyon. Gyere már!
Jó van, megyek. Ő jó lesz, Dominak? Dominak jó lesz. Vegyük meg. Amúgy sikeresen ideértünk, fogalmam nem volt, hogy jutunk ide. Majdnem. Kis falusi porosz gyerek. Nem tudott egyet az ajtónak, mert ő tudós és szenzoros. Kösz, égesben. Kösz. Jó. Akkor most menjünk, nézzünk szét. Hát csak a helyzet magaslatán volt. Jó, oké. Okay, jó. Jé, hogy itt mekkora bevásárlóközpont van. Ki falusi gyerek bejött a nagyvárosból. Bejött a nagyvárosból szétnézni. Nem vagyok falusi. Tudok magyarul. Írjátok a videó alá, hashtag nem vagyok falusi. Anya, amúgy ahova akarsz, menjünk be és nézzünk szét, meg ilyenek. Ah, mondjuk ide, ide bemehetünk. Szia! Srácok, ő egy pomi. De édes vagy. Na, mi a véleményed róla? Gyönyörű. Ugye, hogy cuki? Hihetetlen édes vagy. Aj, de édes. Mennyire puha. Nagyon cuki vagy. Na jó, van, itt kell hagyjunk sajnos. Igen. Most lebuktam, imádom a pumikat, nagyon szeretem, úgyhogy ez hihetetlen jó érzés volt most a lelkemnek, hogy végre találkoztam. Ő életemben eddig a második, úgyhogy most boldog vagyok, hogy láttam. Ja, és eldöntöttem, hogy lesz egy ilyenem. Biztos, hogy lesz, hogy donételjetek sok pénzt, és tudok venni egy ilyet. Anya most kihasználja a lehetőséget, mert én még mindig extázisban vagyok a kutya miatt, úgyhogy most mindegyik boltban megyek utána, és nem sírok, és hogy nem menjünk már, úgyhogy lesz egy ilyen kutyám. Biztos, hogy lesz. Tuti. Na hát, lebuktam, meg volt az első képem. Itt most, úgyhogy jók vagyunk. És ráadásul anyának kellett csinálni a képet. Igen, azt nem értettem. Oda is menjünk, feltétlen. Már megyünk is. Anya, ez mi így mozog? Ez mi? Anya? Ne fáradj, kérlek. Anya, nem láttam még ilyet életemben. Falusi könök lejött már szétnézni. Mi van a nagyvilágban? Na hát én most megint várok anyára, meg ráadásul a cuccára is vigyázok, és még Rolexem sincs, szóval most szomorú vagyok egy kicsit, de legalább ennivalóm van, és ennyi vigasztal. Na hát a falusi gyerek és az édesanyja szétnéztek ebbe a hatalmas bevásárlóközpontba, és most pedig GPS segítségével hazaveszik az útjukat. Mi van? Szerintem megártott az a hamburger. Megártott? Én úgy gondolom. Lehet. Na, de most az a lényeg, hogy végre megyünk haza, és Dominikot látjuk! És rendes tesóként vettél neki is. Hamburgert, ő is kapni fog hamburgert. Mondjuk annak jobban fog örülni szerintem, hogy lát minket, de majd meglátjuk. Azt is felvesszük. Mindent felvesszük. Így van. így van, bólogat a kamera magad. Így van, felvesszük mi mindent. Jó, na, jó, hát akkor indulhatunk. Mehetünk. Gyertek velünk. Na szóval, az történt, hogy tegnap, mikor elindultunk, szakadt az eső. És én betettem a napszemüveget, mert mondom, hát, ha mégis eláll az eső, vagy a mai nap, mikor megyünk hazafele, akkor majd jól jöhet. Erre reggel kisütött a nap, mondom, szuper, hurrá, napszemüvegbe megyek hazafele. Szerintetek jó ötlet volt? Édesanyám vlogger lett! És amúgy mellesleg Tag Life is, mert ő legalább most napszempában van. Így van, és sokkal jobban látom. Neked senki nem mondja meg, mikor vedd fel a napszemüveget. Akkor vezet fel, amikor akarod. Pihenteti a szemem. Ennyi. Így nem fogok elfáradni hazáig szerintem. Ha már szerintem elhoztam. Hát nem, legalább használd. Így van. Tanultam a fiamtól. Mind a kettőtől. Talán éhes valaki. A nasi az mindig fontos. Meg se szólalj, ha Dominik leül enni. Jó van, na. Most nem kell b***ogatni a kisebbet, jó? Te szegény. Én szegény. Jó, itt vágyom. Köszönöm, na. Na. Jó, de ne lássa senki. Így, igen, na. Légy szíves, kapcsold ki a kamerát. Kapcsold ki a kamerát. Ugye, csak két falatból meg lesz? Meg lesz, igen, de anya,
Kapcsold ki a kamerát. Kapcsold ki a kamerát! Zavarba nem vagyok. Nem te mondod meg, mit csináljak. Nem te mondod meg, mit csinálja. Ha letörlöm a videót, akkor letörlöm. És hazaértünk. Hát nem tudom, hogy mennyire látszok fáradtnak, de igazából az vagyok. Hello. Szia! Hello! Te fáradt vagy, anya? Nem annyira? Én azért eléggé. Ezt kérem. Szóval adjuk Dominiknak. És majd mindjárt meglátjuk, hogy mit mond rá. Hello, ka! Szia! Szia! Sziasztok! Szia, Domi! Szia, mama! Szia. Domi! Igen? Nézd, mit hoztam neked! Egy hamburger mindig jól jön a lelkednek. Jó, az most nem kell? Nem. Nagy pocsi! Mama, nagy pocsi! Kipihentük a sok fárasztásodat, de mindenedet. 35 ezer feliratkozó. Hát mondjuk ez amúgy fontos, igen. Domi, te most itthon voltál egyedül mamával. Mondd meg, mit csináltál te itt eddig? Sok mindent csináltam, de megmutatom. Csináltam ilyen tupperes, ilyen... Az, de ez nálunk volt, ezt most raktam én ki. Igen, tényleg, mert mutatom, hogy én ezt csináltam. Ez sajt? Ez sajt. Hát mondjuk nem annyira kemény ehető, jó? Ez és sajt. Most mit főzöl? Megcsináltam nektek húslevest. Ez igen, grízgaluskával. Ez csak, jaj. Hát az húsleves, csak nincs benne hús, de leves az van. Hát itt a hús, ott van a... Ja, azt tegyem bele, azt jó. Domi, képzeld el, a mai videóban elfelejtettem, de nézzük akkor most meg, hogy nincs-e valahol hidraulika folyás. Hol kéne megnézni? Várjál, abban nincs. És én itt láttam, mintha lenne egy kis szivárgás, de jó, nem, itt sincs. Nincs sehol. Jó, hát akkor megnéztük a hidraulika folyás, nincs sehol, úgyhogy most már mindent kipipáltunk ebbe a videóba is. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkold, megiratkozzál fel. Ezt nem tudom, miért mondtam. Instagramon megtaláltok minket, ott is be tudtok követni, meg elmondtam a többit, jók lehettek, és akkor csokolom!